16 ország, két nap és három táv. Így nézett ki számokban a női Kenu világkupa. A megmérettetés népszerűsége évek óta töretlen a sportolók körében, amit a szolnoki futam is kiválóan igazolt következő versenyeken, világkupákon, világbajnokságokon nyilván ott ö, minél jobban versenyezzenek, felkészülten érkezzenek, kvalifikáljanak az olimpiára. Lévén ugye idén mi rendezzük Szegedne Magyarországon a, a kvalifikációs világbajnokságot, úgyhogy nagyon komolyan veszük ezt a versenyt. Nem is csoda, hogy nagyon sok országba érkeztek el hozzánk, talán Kanada az egyetlen, aki nem érkezett most hozzánk, mert neki saját versenyük van, de egyébként minden az eddig, minden évben résztvevő ország itt van. Hazánkat ez alkalommal öt versenyző képviselte. Sportolóink minden versenyszámban megmérettettek. Mint mondták, egy alkalmat sem lehet kiadni, mikor versenyzésre van lehetőség. Nagyon jó ötletnek tartom ezt a kupát, mert tényleg szerintem a versenyzés a legjobb edzés, úgyhogy ebből is mindenki, ha más nem, akkor tapasztalatot nyár. A Duna a pálya igaz nem volt ismeretlen, azonban ez alkalommal egyesben is rajthoz állt. Milyen távon mi? 200 -on, 500 -on és 2000-en, úgyhogy amivel lehet, megyek. Egyesben még, még, nem volt lehetőségem így, így síkvizen odállni nemzetközi mezőnybe, úgyhogy most kíváncsian várom, hogy, hogy ki, hogy milyen formában van. A győriek 200 és 500 méteren neveztek. A páros a kupán első válogatójára készült. Jövő héten lesz az első válogatónk, és ott is majd szeretnénk szépen teljesíteni. Én jobban szeretek párosba menni, ott egy csapatként dolgozunk, és szerintem nálunk ez nagyon jól működik. Nagyon szerencsések vagyunk, mert egyáltalán nem fúj a szél, és viszonylag jó is a víz, szóval én nagyon örülök neki, hogy ilyen jó körülmények között versenyezhetünk ma. Dánia, Németország, Vietnám, Kazasztán. A sportolókra minden távon erős mezőny várt. Nagyon vegyesen érkeztek ide hozzánk. Ö, lesznek szerintem erősek is, és hát gyengébbek is biztos, mert azért ennek a versenynek az a, az a lényege, hát hogy fel is készítsenek minket hát a, az ilyen nagyobb versenyekre. Úgyhogy hát én várom már így a, így a versenyzés, és hát az, hogy lássam azt, hogy hát az ellenfelek mégis mit is tudnak. 2020-ban a nők Tokióban is rajthoz állhatnak a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése alapján. Az olimpián való versenyzés számos új utat nyit meg a szakegnői versenyzői előtt. Szerintem nagyon komoly ö, presztízsű ez a tábor. Nagyon jó versenyzőink vannak a világon mindenfelé, de ahelyett, hogy egy, vagy kettő, vagy három, vagy esetleg tíz versenyző lenne Oroszországban, Kanadában, Magyarországon, vagy kettő, Szenegában, nem tudom, Nigériából várunk lányokat még ide, ehelyett egy nagyon komoly versenyzői létszámmal rendelkező sportág legyen ez, ha már ugye olimpiai sportág lett, és a lányok tudják ezt, napi szinten bebizonyítják, hogy nekik igenis van helyük az olimpián. A sportolókra augusztusban Szeged megújult pályáján vár a kvalifikációs világbajnokság.